Meglazították a jégtakarót, jégtorlaszt robbantottak fel a tiszai vízlépcső megvédése érdekében a folyó tiszadadai szakaszán. Áradás. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a vízügyi igazgatóság a Tiszán, Zsurktól Szabolcs-Veres Martig. Hiánypótló szakrendelés. Nyíregyházán nyílt az ország első diabéteses lábambulanciája. Évente mintegy 4000 alsó végtagi amputációt végeznek cukorbetegeken Magyarországon. Jégtorlaszt robbantottak fel a tiszai vízlépcső megvédése érdekében a készenléti rendőrség tűzszerészei és a vízügy szakemberei a folyó tiszadadai szakaszán. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Itt utoljára 2003-ban alakult ki hasonló helyzet. Akkor a folyón érkező jég feltöltötte a folyómedret, és a tiszalöki erőmű üzemképtelenné vált. A sikeres robbantással most meglazították a jégtakarót, a jégtörő hajók pedig a következő két napban megtisztítják a Tisza folyómedrét. Ilyen volt a tiszai jégrobbantás látványa és hanghatása. A sikeresen végrehajtott robbantással meglazították a jégtakarót, a jégtörő hajók pedig a következő két napban megtisztítják a jégtől a Tisza folyómedrét a tiszalöki erőmű alatti szakaszon. A szakemberek leginkább most attól tartanak, hogy a folyó Záhonyi szakaszán mintegy 20 kilométeren feltorlódott jeget egy árhullám feltörheti és intenzív jégzajlást indíthat el. Ez a legjobban a tiszalöki vízerőművet veszélyeztetheti. Most itt a mai nap helyet csinálunk a várhatóan érkező jégtábláknak. Ezt a szakaszt szeretnénk megtisztítani, mert korábbi tapasztalatok alapján az itteni torlaszok visszarakták a jeget egészen a tiszalöki vízerőművig, és az működésképtelenné vált. Most egy új stratégiát dolgoztunk ki a helyi védelemvezetéssel. Ennek a stratégiának a lényege, hogy ezt a szakaszt megtisztítjuk, és ha érkezik jégtábla, annak van helye, tehát lejjebb tud menni, és ez a visszatorlódás nem áll elő. A tiszalök fölötti szakaszon összesen több mint 40 olyan kanyarulat van, ahol jégtorlaszok alakulhatnak ki, mintegy 30 esetében ez a veszély jelenleg is fennáll. A jég megtörésére jégtörőhajókat és robbantást alkalmazhatnak a szakemberek. A tiszadadai robbantáskor speciális jégrobbantó tölteteket használtak a készenléti rendőrség tűzszerészei. Ipari robbanóanyagokat alkalmaztunk, speciális jégrobbantó tölteteket, ammóniumnitráttal volt töltve, amit Semtex előtöltetekkel, úgynevezett boosterekkel indítottunk el. Az volt a cél, hogy a jeget össze tudjuk darabolni, és meginduljon lefelé a folyón. A jégrobbantás lökés hullámát a folyótól több száz méterre is lehetett érezni. A tiszai jéghelyzetet koordináló országos irányító törzs prognózisa szerint a vízszintek nem fogják meghaladni a kezelhető méretű árvízszinteket, így nem számolnak olyan jeges árvíz kialakulásával, mint amilyen 1985-ben volt. Ekkor három darab jégtörő hajó állandó működése mellett több mint 40 helyen volt szükség torlaszrobbantásra a Tiszán. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a vízügyi igazgatóság a Tisza-Zsurktól Szabolcs-Veresmartig tartó szakaszán. Záhonynál jelenleg 727 cm-en tetőzik a folyó. Ez 30 cm-rel alacsonyabb az eddigi legnagyobb mért vízszinttől, amely a 2001-es árvíz idején volt. Aranyosapátiban a komphoz vezető utat már le is zárták, a víz ugyanis egyes részeken már az utat is ellepte. A fák törzseit az ártéren már szinte teljesen ellepte a víz Záhonyban. A Tisza ezen szakaszán jelenleg már harmadfokú az árvízvédelmi készültség. Ez azt jelenti, hogy a hatósági figyelőszolgálat 24 órában folyamatosan működik. Ezen az árvízvédelmi szakaszon, ami tulajdonképpen Zsurktól egészen Szabolcs-Veresmartig tart, 2001-ben észlelték az eddigi legnagyobb vízszintet. Az akkori vízszint az 758 cm-rel tetőzött, a jelenlegi észlelt vízállás az 727 cm, tehát tulajdonképpen egy olyan 30 cm-rel marad el az eddigi legnagyobb vízszinttől. Viszont az is látszik a képeken, hogy a töltések magassága az még ennél nagyobb vízszint emelkedést is el tud viselni. A vízügyi igazgatóság szakemberei megjelölték csütörtök délelőtt a vízállást. Ehhez tudják viszonyítani majd a következő napokban az apadást vagy az esetleges további szintemelkedést. A szakember szerint gátszakadásra azonban nem kell számítani.
A vízszintet alapvetően befolyásolja a jégtorlaszoknak a helyzete, tehát milyen jégtorlaszok alakulnak ki, ezek visszadúzasztó hatást gyakorolnak a folyó felső szakaszára. Ebből adódóan tehát nagyon nehéz megjósolni azt, hogy egy jégtorlasz megindulásakor ugye hirtelen lecsökken a vízszint, viszont egy jégtorlasz kialakulásakor visszadúzasztó hatás jelentkezik, tehát mögötte magasabb vízszintek alakulnak ki, tehát itt az előrejelzésnek nagyobb a bizonytalansága, de körülbelül tehát a várt vízállás az 700 cm plusz-minusz 20 cm. Behajtani tilos tábla Aranyosapátiban a Komp felé vezető utca elején. A vízi átkelő a település és Tiszaadony között biztosítana átjutást. Itt a víz a legtöbb helyen már elérte az utat is, ezért zárták le. Évente mintegy 4000 alsó végtagi amputációt végeznek cukorbetegeken Magyarországon. Ezek mintegy fele megelőzhető lenne megfelelő oktatással és lábápolással, vélik a szakorvosok. Az egészségügyi problémára megoldást jelenthet az ország első diabéteses lábambulanciája. A hiánypótló nyíregyházi szakrendelőben már meg is kezdték a kezeléseket. Hazánkban mintegy 720 ezer cukorbeteg él, ám a kezeltek számának többszöröse lehet érintett fel nem ismert cukorbetegségben. A világ leggyakoribb anyagcsere betegségének szövődményei rontják az életminőséget, a diabétesz fokozatos látásromlást eredményezhet, a vese károsodhat és a romló vérkeringés miatt a végtagokon, elsősorban a lábon elváltozások jelentkezhetnek. Minden hatodik, nyolcadik, tizedik cukorbeteg életében valamilyen komoly lábsebb kialakul, és ezek eredményeképpen Magyarországon sajnálatos módon mintegy 4000 amputáció történik évente, és a szakma azt gondolja, azt kell gondolja a külföldi tapasztalatok alapján, hogy ezeknek a fele egész biztosan megmenthető volna. A nyíregyházi diabéteses lábambulancia bemutató tájékoztatóján elhangzott, a problémára megoldást jelenthet az oktatás, a megfelelő lábápolás, ehhez azonban szükséges önálló kompetenciával rendelkező ápolási szakember, úgynevezett podiáter. Térségünkben egyetlen ilyen szakember van. Manapság Magyarországon még ez egy abszolút nem elterjedt szakma. 13-an vagyunk az országban, akik a tavalyi év folyamán végeztünk a Miskolci Egyetemen. Érdekességként el kell mondani, hogy egész Nyugat-Európában, valamint a tengeren túlon is ez egy nagyon elterjedt szakma, és nagyon sokan dolgoznak podiáterként. Magyarországon ez még most gyűrűzött be az országba. Mi végeztünk 13-an, valamint az éven próbálták elindítani ezt a képzést, a SOTÉ-n is, valamint a Miskolci Egyetemen is, de nem sikerült elég jelentkezőt találni, ezért nem indult el a képzés. A szakág így munkaerőhiánnyal küzd, ám jó hír, hogy az ország első diabéteses lábambulanciája végzett podiáterrel kezdte meg működését Nyíregyházán. Nem arról van szó, hogy itt a súlyos elváltozásokat kezeljük alapvetően, arra már van, amikor a sebészeti kezelés kell. De például a megfelelő eltávolítása a bőrfüggelékeknek, sebek kitisztítása, sok-sok lehetőség van, de a legeslegfontosabb a megelőzés lehetősége. A diabéteses lábambulancia podiátriai szakrendelés ebben az épületben a belgyógyászati osztályon a földszinten található. Mérsékelt az érdeklődés az eladó építési telkek iránt Nyíregyházán is környékén. A belvárosi telkeket a társasházépítők vették meg, egyes övezetekben családi házak is épülnek, de a telekárak magasak. Egy 1000 négyzetméteres telek 40-60 millió forintba is kerülhet. A vidéki telkeket ennél jóval alacsonyabb áron hirdetik, mégsem fogynak. Eladó építési telkek, újonnan épült lakások Nyíregyháza egyik új lakónegyedében. A megyeszékhelyen egyre kevesebb a belvároshoz közeleső és tulajdonosra váró telek, ahol pedig van, ott elég magas áron vehető meg. A belvárosi telkek négyzetméter ára olyan körülbelül 40 ezer és 60 ezer forint között van, tehát most csak egy példaképpen egy 1000 négyzetméteres telek 40 millió és 60 millió forint között lehet. Leginkább a társasház építés indult el tavaly, a
sokkos, 10 plusz 10 millió forintos támogatást nem az első lakáshoz jutók veszik nagy számban igénybe. Akár a lakásáraknál, úgy a telkek áránál is megfigyelhető, hogy vidéken sokkal olcsóbbak. Ami a belvárosban 40 millió, az vidéken 4-5 millió forint, mégis nehezebben adható kell. Nem jellemző az, hogy külterületen lévő telket szeretnének vásárolni az építkezni szándékozó ügyfeleink, mert alacsonyabbak ugyan a telek értékek, de az ott felépítendő ingatlan építési költsége ugyanannyiba kerül, mint bent a városban, és későbbi értékesítés folyamán viszont nem tudják érvényesíteni azt az árat, amit szeretnének, ellentétben azzal, aki a belvárosban vagy Nyíregyháza belterületén építkezik. A családi házas építkezések vidéken sem indultak be igazán. Újfehértón az elmúlt években csupán néhány új ingatlan épült, azok építkeztek, akiknek volt elég önerejük. A társasházépítők viszont mérlegelik, megéri-e befektetniük. Több befektető volt, akivel tárgyaltunk meg, piackutatást is végeztek, és annak az eredménye azt mutatta, hogy nem biztos, hogy gazdaságosan lehetne több lakásokat, társasházakat építeni, és mondjuk a csok keretében tovább adni. Tehát én azt látom, hogy néhány új lakás volt a városban, ezek nagyon gyorsan el is keltek, de azt is világosan kell látni, hogy ezen lakásvásárlások esetében nem elsősorban az első lakás volt a vásárlóknak, hiszen azért a feltételek miatt, meg a pluszforrás megszerzése miatt gyakorlatilag azért ez csak a tehetősebbek tudják megcsinálni. Újfehértón az önkormányzat az első lakásvásárlókat támogatja, akik banki hitelt vesznek fel lakás célra, hitelkamataikat 6 hónapra átvállalja a város. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a Luther utcán. Egy autós feltehetően nem vette figyelembe a közlekedési lámpa jelzését, így ütközött egy szabályosan közlekedő személygépjárművel. A balesetet okozó autóban ketten könnyebben megsérültek. Megszüntetik a lignit értékesítését a lakosság részére a következő fűtési időszaktól. Ez a fajta tüzelő anyag körülbelül harmad annyiba kerül, mint a fa, amihez jelenleg nehéz hozzájutni, és ráadásul drága is. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Három csapat is képviselte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumot az elmúlt héten rendezett összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntőben. A hét végén rajtol a tavaszi szezon a férfi kézilabda NB1B-ben. Megszüntetik a lignit értékesítését a lakosság részére a következő fűtési időszaktól. Egy kormányrendelet alapján erre azért van szükség, hogy visszaszorítsák a szennyezőanyag kibocsátást. Ez a fajta tüzelőanyag körülbelül harmad annyiba kerül, mint a fa, amihez jelenleg nehéz hozzájutni, és ráadásul drága is. A nem várt hideg miatt a legtöbb helyen kevés, vagy már el is fogyott a tűzifa január végére. Ezen a tűzépen azt mondják, még nyáron lenne érdemes beszerezni az elegendő mennyiséget, ugyanis a hiány mellett az is probléma, hogy a vizes fának nincs olyan fűtőértéke, mint a száraznak. Népszerű és olcsóbb tüzelőanyag a lignit, ezt a színfajtát azonban már csak ebben a szezonban vásárolhat a lakosság. Tüzelő termékeknek a készlete is megcsapant mindenhol, tehát legyen az erdészet, legyen az külföldi beszállítás, legyen az bármilyen más beszerzési lehetőség, illetve ugye a környezetszennyezés növekedése miatt is, ha jól tudom, akkor már rendelet fogja tiltani most már a Lidniknek a lakossági forgalmamba helyezését. Míg egy mázsa akácfa átlagosan 3500 forintba kerül, a lignit ára mindössze 1300 forint mázsánként. A rendelet azoknak okoz majd problémát, akik anyagi helyzetük miatt eddig sem tudtak fát vásárolni fűtőeszközként. A fa hiányának mértékét az is mutatja, hogy ennél a vállalatnál például külföldi akácfát nem is tudtak idén szerezni, csak a hazai piacról vásároltak. Így hiába lett volna igény, heti 2,5 kamionnyira csak egyet kaptak. 35%-kal nőtt meg a forgalmunk a tavalyi időszakos arányhoz képest. Hozzáteszem, a nagyon-nagyon nagy mértékben nőtt a briket forgalmunk. Tehát ez kisebb kiszerelésben, kisebb csomagolásban, gondolom én a kevés keresettel rendelkező emberkék, a rászorultabb emberkék, azok ennyit tudnak áldozni a tüzelőre, és nagyon sokat ebből hordtak el.
Tarsoly László hozzátette, az is lehet a hiányok, ahogy szigorítottak a kitermelésen. A Nébik tavaly vezette be a faanyag terméklenc felügyeleti rendszert, aminek célja az illegális fakitermelés visszaszorítása, valamint az erdők és a környezet védelme. Három csapat is képviselte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumot az elmúlt héten rendezett összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntőben. A lány röplabdázók aranyérmet szereztek, a fiú kosárlabdázók a negyedik helyen zártak, a fiú röplabdázók pedig a nyolcadik helyen fejezték be a tornát. A csapatokat ma köszöntötték az iskola vezetői. Három sportágban 48 csapat vett részt a diákolimpia országos döntőjében, és a 48 csapat közül három a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium színeiben indult. Az intézmény ezt egyedüliként mondhatja el magáról a mezőnyben. Az eredményességre sem lehet panasz, mivel a lány röplabdázók aranyéremmel, a fiú kosarasok pedig a negyedik helyen végezve zárták a tornát. Nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk a diákolimpiát nyert női röplabda csapatunkra, akik álomjátékkal nyerték meg tulajdonképpen a Kaposvárral szemben a női röplabda döntőt, de nagyon kevésen múlott az is, hogy a fiúk kosárcsapatunk lecsúszott a dobogóról, nem állt mellénk a szerencse, a fiúk nagyon keményen küzdöttek, de hát az ellenfél eredményesebben dobta a kosarakat. Ők negyedikek lettek így, és nyolcadik helyen végeztek a fiú röpiseink. Ott még kell egy kis gyakorlás, de úgy gondolom, hogy a diákolimpián való szereplés így is azért eredményesnek mondható. A lány röplabdázók mind az öt mérkőzésüket megnyerve veretlenül szerezték meg az aranyérmet. Fantasztikus hétvége volt, óriási siker, óriási teljesítmény, hazai pályán, hazai közönség előtt, hazai siker mindig sokkal többet jelent. Igen, azt mondtam, hogy érmet szeretnénk. Álmodtunk mi egy nagyot, de az ember nem meri kimondani igazán, aranyérmet szerettünk volna, és a csapat mindent megtette azért, hogy ezt el is érjük. A fiú kosarasok az utolsó pillanatban kapott kosárral csúsztak le a döntőről, és végül a negyedik helyen végeztek Sitku Mártonék. Itt a Vasvariban lett volna a legjobb hazai közönség előtt, de teljesen jó volt a bánki iskolába játszani. Nyilván szomorúak voltunk a elődöntőbe a vereség miatt, egy elég küzdelmes meccsen maradtunk alul, de a csapat összeszedte magát, és egy jó meccset tudtunk játszani a Debrecen ellen. A fiú röplabdázók a nyolcadik helyen zártak, ami a csapat edzője szerint megfelel az erőviszonyoknak. Tudtuk, hogy mi leszünk a legerősebb csapat. Ugye gyakorlatilag Kecskemét, Kaposvár, Dunajváros mind-mind első osztályú csapat, vagy első osztályú csapatok utánpótlása. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy reális eredmény született. Talán az utolsó mérkőzés, ha egy picit hatalmat vagyunk, akkor Győr ellen nyerhettünk volna, de így sem vagyunk elégedetlenek. A vasvári kosarasok idén még szerezhetnek diákolimpiai érmet, mivel a B33 sorozat területi döntőjéből február 20-án Miskolcon bejuthat a fináléba az iskola fiú és lány csapata is. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a férfi kézilabda NB1B-ben. A keleti csoport harmadik helyén álló, a téli szünetben három játékosát elveszítő nyíregyházi KC vasárnap a törökszentmiklósi Székács otthonában lép pályára. Az elmúlt hétvégén Tiszavasváriban rendezett négy csapatos tornán tartotta a bajnoki főpróbát a nyíregyházi KC. Granzsán Gábor együttese egy győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végzett a négy csapatos mezőnyben. Korábban három felkészülési meccset játszott a csapat, amelyhez új játékos nem érkezett a téli szünetben, viszont tavasszal két kézilabdázóra egyáltalán nem, egyre pedig csak részben számíthat az edző. Az őszi sérüléséből sajnos a Bécsi Jánosnak egy térműtétre került sor. A Lejter Imre az távozott a csapattól, és a Brown Bruno is bejelentette, hogy nem tud 100%-osan a csapat rendelkezésére állni, de ő amennyi lehetősége van, a tavaszi szezonban még fogja támogatni a csapatot. A nyíregyházi együttes a tabella harmadik helyén várja a tavaszi folytatást. A csapat edzője szerint nem lesz egyszerű megtartaniuk a dobogós helyezést. Az őszi szereplésünk az egy bravúros eredmény volt. Látva a többi csapatnak a játékos állományát, és sajnos lehet tapasztalni, hogy ők erősödtek a személyi állományban is, hát egy nagyon nehéz tavasz előtt állunk. Rangadó jellegű mérkőzéseink vannak hazai pályán, idegenben megyünk a két első-második helyezethez, ami nem lesz egy könnyű feladat, és hát a kapaszkodó kis csapatokkal mindig szoros meccseket játszik ilyenkor tavasszal az ember, mert mindenkinek kell a pont.
A nyíregyházi KC a tavaszi nyitófordulóban vasárnap a Törökszent Miklósi Székás otthonában lép pályára. A megyebeli csapatok közül a Nyírbátor a Törökszent Miklósi K együttesét fogadja, a Tiszavasvári pedig Szigetszent Miklósra látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Jégtorlaszt robbantottak fel a tiszai vízlépcső megvédése érdekében a készenléti rendőrség tűzszerészei és a vízügy szakemberei a folyó tiszadadai szakaszán. A sikeres robbantással most meglazították a jégtakarót, a jégtörőhajók pedig a következő két napban megtisztítják a Tisza folyómedrét. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a vízügyi igazgatósága Tisza-Zsurktól Szabolcs-Veresmartig tartó szakaszán. Záhonynál jelenleg 727 cm-en tetőzik a folyó. Ez 30 cm-rel alacsonyabb az eddigi legnagyobb mért vízszinttől, amely a 2001-es árvíz idején volt. Aranyosapátiban a komphoz vezető utat már le is zárták, a víz ugyanis egyes részeken már az utat is ellepte. Évente mintegy 4000 alsó végtagi amputációt végeznek cukorbetegeken Magyarországon. Ezek mintegy fele megelőzhető lenne megfelelő oktatással és lábápolással, vélik a szakorvosok. Az egészségügyi problémára megoldást jelenthet az ország első diabéteses lábambulanciája. A hiánypótló nyíregyházi szakrendelőben már megkezdték a kezeléseket. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 9-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, délkelet felől szárazabb levegő érkezik fölénk javulás várható időjárásunkban. Az éjjel csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, éjszaka párássá válik a levegő, hószálingózás előfordulhat, az északkeleti szél gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 fok körül alakul. Holnap napközben felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, hószálingózás előfordulhat, a délkeleti szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 fok körül alakul, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban javulás várható időjárásunkban, a változóan felhőség mellett már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Szombaton elvétve még előfordulhat hószálingózás, később viszont már nem várható csapadék. A hét végén még erős lesz az éjszakai lehűlés, majd enyhül az idő, de éjszaka még továbbra is fagypont alá csökken a hőmérséklet. A jövő hét második felében erősödik a ködhajlam, emiatt éjszaka többfelé képződik alacsony szintű felhő és köd, ami napközben többnyire feloszlik majd.